Köszönöm szépen, és most bevallom férfiasan, hogyha nincs ez a konferencia, akkor én valószínű, hogy nem fogom látni a hadik filmet. De miután itt megbeszéltük elnök úrral, hogy ezt jó lenne kicsit kielemezni, vettem a fáradtságot, és a neten keresztül megnéztem a hadik filmet, egyébként mindenkinek ajánlom. Nem csalódtam benne, azt vártam, amit kaptam, vagy azt kaptam, amit vártam, inkább így mondom. Azt kaptam, hogy ez a történelmi kalandfilm. Utána azt, amit a Pár Ádám féle első előadásban ugye kategorizáltunk, én ezt kaptam, egy történelmi kalandfilm. Kicsit hajaz a három testőre mondjuk, tehát hogyha így nézzük, és tele van vérrel, tele van árulással, tele van galátsággal, tele van szerelemmel, tele van mindennel, ami ilyen alkotásra szükséges. És mennyire történeti ez a kérdés? És mennyire történelmi hűséggel van megáldva ez a film? Rögtön a film elején van egy időbukfenc. Van egy felirat, miszerint 1757-ben vagyunk, és a jó tessék figyelni, Habsburg-porosz örökösödési háború idején. Én ezzel a történelmi kategóriával nem tudtam mit kezdeni. Ezt a fogalmat a történelemben nem ismerjük. És akkor most én kicsit történelemórát fogok tartani egy fél percben, a pontosság kedvéért, hogy 1742. július 11-én a Habsburgok lemondtak a boroszlói békében Sziléziáról a poroszok javára. Két év múlva azonban poroszok újra háborúskodni kezdtek. Ez volt a második sziléziai háború, amit 1745-ben, a december 25-én a drezdai békében zártak le, és amely újólag megerősítette Poroszország jogát Sziléziára. A végső pontot az aachen-i béke tette a majd évtizedes háborúskodásra, ezután 7 évnyi béke következett, amit 1756-ban újra háborúskodás és megint főként Sziléziáért, amit a történelemből mi a 7 éves háborúként ismerünk, és aminek keretében zajlott ez a film, a berlini portja 1757. októberében. De mi történt ez alatt az idő alatt Hadik Andrással, a film főszereplőjével? Hogy nézett ki ez alatt Hadik pályafutása? Itt Lázár Balázs utalt néhány életrajzi adatára, én egy kicsit most lebontom erre a korszakra. 1744-ben kinevezték a beleznai huszárezred parancsnokává, 1747-ben tábornoki vezérőrnagyi kinevezést kapott, 1752. szeptemberétől a gillányi huszárezred ezredtulajdonosa, 1756-ban altábornagy lesz majd, ez már kívül esik a filmidőn, 1758-tól lovassági tábornokká léptetik elő. Filmben rehabilitáció alkalmával ugye visszahívják a aktív szolgálatban Hadikot, és Mária Teréziával értekezik, ezen alkalommal kapja meg a tábornoki kinevezésére. A filmben tábornoki kinevezésről van szó, de ez nagy valószínűséggel, mert tábornagyi kinevezés, altábornagyi kinevezését jelenti. És most nézzük, ki kell indult Hadik portjára Berlin felé. Milyen alakulatokból tevődött össze a Hadik hadosztály? Nem egy történelemzés következik, hiszen ez a film cselekménye szempontjából nem igazán fontos, vagy mégis, hiszen az, hogy kik a szereplők, milyen csapatnemek, mely alakulatok vesznek részt a berlini portján, ez alapvetően határozza meg, határozhatná meg a film kosztümös látványvilágát. Ahány csapatnem, annyi regiment, annyi különböző formájú színű uniform is. Voltak huszárok, vértesek, dragonyosok, a gyalogságból magyar, német és horvát határőr gyalogosok, akik mellé a film még behozta a valóságos történetben ugyan létező Reed ezredes, és az általa vezetett, de nem létező zsoldosoként titulált 100 gyalogságot. Egyébként ez a 100 gyalogság azért majd visszatér, mikor már ott vagyunk Berlin kapujában, és ezek valóban zsoldosok voltak, és amikor meglátták a hadi közelgő seregét, akkor gyorsan kiszaladtak, és átálltak a Habsburgokhoz, és ezek lettek azok a bizonyos százok, de hát a filmben nem is szerepelnek. Na mindegy. Tehát akkor nézzük az Hadik hadrendjét. Elsőnek két lovastandárt. Babocsai Farkas, ő konkrét szereplő ebbe a filmbe, ugye? Babocsai Farkas tábornok dandárába két huszárezred tartozott, a Hadik és a Jászú huszárezred. Másikhoz, a Mitrovszki tábornok vezette a dandárhoz, ugyancsak két huszárregiment, a Baranyai és a Károlyvárosi horvát huszárezred volt besorolva. Voltak még maradék horvát csapatok, ezeket Kléfeld tábornok vezette, Szulkovszki ezredes a német gyalogságot, Huszi Joachim ezredes pedig a német lovasságot. Hogy Hadik hátországa biztosítására erőket hagyott hátra, úgy csökkent a Berlin felé tartó létszám is. Egy jelentésben Hadik felsorolja, hogy közvetlenül a berlini útra megmaradt csapatait, mikből álltak össze. Ezerint volt 900 német gyalogosa, 1000 horvát gyalogosa, 760 német lovasa, 800 huszárja, összesen 3460 fő. Horvát gyalogság soraiban volt a 4. Szuini és a 8. Radiskai gyalogezred. A német lovasság soraiban Szabolyai Jenő herceg nevét viselő vértes ezred, és az Altmodéna dragonyos ezred.
A huszárság 3000-ből állt. A hadi huszárezred parancsnok akkor Máromi József, Baranyai huszárezred Újházi Ferenc ezredes volt. Az 1756-ban felállított Jászkun, milic huszárezred pedig Horci Lőrinc, ugye itt jön, amiről Lázár kolléga úr is beszélt, a híres író vezette. Filmbeli szereplőként azokkal velük nem találkozunk. Magyar gyalogságút a hadrendben a gyulai hajdú ezred egyik zászlója képviselte. Ők a berlini harc előtt a főcsapatban, később pedig a Szulkovszki ezredes parancs alatt álló tartalékcsapatok között voltak. Ez bizonyítja a hadik beszámolójának utolsó bekezdése is, amiben megemlíti, hogy a tartaléként felállított csapatparancsok Gyulai Sámuel alezredes volt, aki ennek a magyar hajdbel zászlójának is volt egyben a parancsnoka. Miután nagyjából számbevettük a portja részvevőit, nézzük meg a küllemüket, elsőként a főszereplőkét, hadikét és parancsnok társaiét. Hadik ekkor már tábornoki rangban áll, elvileg tehát tábornoki ruhát kellene viselnie a filmen. Nézzük, milyen is lehetett volna, ha ezt viseli. Magyar tábornoki ruha meglehetősen friss öltözett típus volt a Habsburg haderőben, ez időben kezdett egyenragúvá válni a német típusú tábornoki ruhával. Kétféle hatás formálta. Egyrésztről huszártiszt uniform is változó divatja, hiszen korábban valamennyi magyarosan öltözködő tábornok huszártisztként is szolgált, másrészt pedig a németes tábornoki egyenruhának a színvilága, tehát a piros-fehér színvilág hatott idebe. Szélességével, esetleg konkrétan elfogadott konkrét helyre is utalva, az öltözet legkülönbözőbb részei megjelentek a szabályozott szélességű passzományok, rojtok. Volt ennek a tábornoki ruhának egy kampányuniform változata is, ez egy strapabíró, nyersfehér posztóból készült, de zsinórozása, díszítése, passzományozása ugyanaz volt, mint a díszruhájé. Kérdés, miért nem látjuk a filmben Hadikot tábornoki rangjához megfelelő tábornoki ruhában? Illene? Kellene? Lehetne úgy szerepeltetni, vagy legalább egyszer tábornokként megvillanni a Hadiknak ebben a filmben? Persze Hadik, mint ahogy mindent ezzel tulajdonos, a hazug seregben jogosan hordhatta is tulajdonot ezredének ezredesi rangú egyenruháját is, és erre a korból számos ábrázolás is ismerünk. Hadikot végig a filmben ezredesi egyenruhájában látjuk, mint ezt a ruhát ráragasztották volna, ebben látjuk csatában, táborban, sebesülten, uralkodói kikallgatáson, ultimátum átadása közben Berlinben. Ez nem is lenne baj, a ruha valóban tükrözni az ezredesi rangot, de ez csak helyen közzel valósul meg, ez az ezredesi rang. Amit hord, igazából vadányi kapitány ruhája kellene legyen, ugyanis a hadik ezredesi ruhájára, a dolmányára, mentéjére, nadrágjára érzékelhetően szélesebb haszományok kellenének, oldalára hímzett tarsoly, arra császári doppeládler, aranyos öv, karcsatlé, kardbolyt, lehetett volna díszes lótakarója is, sallangos kantárja, a díszesebb lófelszerelése. A pisztolytoknak, ha egyáltalán lett volna nerekkápájára szerelve, hímzett fedője. És nem kellett volna mindig panyókára vetett mentében mutatkoznia. Legalább akkor nem, amikor az uralkodóval társaló. A mente hordására ugyanis van egy kétvárra fektetett hordási változata is, és ez az előkelőbb változat, ez az ünnepi variáns a magyar viseletben, tábornoki viseletben. És ugyanez vonatkozik Babócsai Farkas tábornokra is. Ő rá is ránőtt a hadik ezred egyenruhája. Ő 1749 és 1753 között volt a Gilányi ezred, a későbbi hadik ezred, tehát az hadik ezred gyakorlatilag, vezénő ezredese, és jó egy évet hadik alatt is szolgált, a film idején azonban már tábornoki rangban állt. 1753-ban lett tábornok, mármint Babócsai Farkas. És a portja során egy magasebbség parancsnok, a dandárparancsnok. Miért ne lehetett volna ráadni egy tábornoki ruhát? Ez egy kérdés, egy utólagos kérdés a filmkészítői, az amire már választ nem fogunk kapni természetesen. És itt van az egyik sokat szereplő mellékszereplő, a nagy nőcsábász, Vadányi József kapitány, Fene gyerek, a huszárok archetípusa. Nincs vele semmi baj, sem a filmben, sem általában, sőt. Annyi azonban mindenképpen van, hogy ő nem hadik huszár. Nem hadik ezredében szolgált, és ha ragaszkodunk a hitelességhez, akkor nem is öltözhetett volna a hadik ezred egyenruhájába. Mert ő Baranyai János huszár ezredében szolgált, ott volt kapitány, és ennek az ezrednek pedig nem kék-piros, hanem piros kucsmelefentyűs, zöld-dolmányos, zöldmentés, piros nadrágos egyenruhája volt. Persze, felmerül a kérdés, kell-e egy kakukkfióka a kékdolmányosok közé, aki megmondja az homogén összhatását a filmben, a magyar huszároknak. Úgy vélem, ez megbocsátható történelmi csalás, a filmben Molnár Áront kékdolmányba öltöztetni, ami azonban az sem baj, ha ismerjük a valóságot. Egyébként éppen ebben az időszakban alakulnak át az európai hadseregek, köztük a Habsburg Birodalom hadereje is. Ez az az időszak, amikor a hatalom a maga szabályozó és fegyelmező kedvével és erejével időről időre viselet legapróbb részleteibe is beavatkozott. Többségük praktikus jó tanács, például olyan, hogy a
kabát legyen enyhén bő, mert ha megázik és összemegy, nehezen lehet felvenni, levetni, túl hosszú se legyen, mert ha a katona lövéshez letérdel, a kabát alja súrolja a földet, és az optimális hosszúság két ujjnyira a föld felett, meghatározzák az alsó kabát, az ujjas és a kamizol hosszát is tapasztalati módszerekkel, nem lehetett hosszabb, mint ameddig a katona leengedett karja ér. Tehát eddig érhet a kabát is. Ha pedig esik az eső, az egyébként visszagombolt kabátszárnyakat le kell engedni, így szólt a verdikt. Jó időben fehér, rossz időben fekete lábszárvédőket kell viselni, bőr talpalókkal, részgombokkal, parádén pedig, a több regiment is felvonul, az egyik piros, másik fekete nyakszegélyt viselje, mert így szemlézők is rögtön tudják, melyik regiment katonáit látják éppen. Mint tudjuk, a korszak igazából a rokokó világa. Állandóság, rendezettség, szabályozott parád és suházat, a korabeli felfogásban ezek voltak a korszerűség mutatói, és egyben a hatalom az abszolút uralkodó nagyságának értékmérői is. És hogy mit jelent ez? Íme, ezt így fogalmazta meg Fáber Farkas Krisztián ezredes 1759-ben egy katonai oktatókönyv tudós katona szerzője. Most idézem. Mivel a katonák attól az órától fogva, amelyben a kardot oldalokra kötik, nem erdőket búvó faunusok, hanem aranyperecekkel ékesített fejű méltóságok szolgái, illik, hogy nem mint az erdőknek majmus satírusai, hanem mint eféle felséges fejedelmeknek udvarló szolgái, díszesek legyenek. De ilyennek kellett volna lenni gyakorlatilag akkor ennek a hadifilm gyalogosainak is, ugyebár? Nem különben a huszárok külleme is átalakult, és itt akkor rátérünk a huszárokra most. Divatos magyar fejfedő szinte végig a csákos süveg, a huszárok harci jel fejfedője. Ilyet sajnos a filmben csak a poroszokon látunk. Pedig ez a csákos süveg a magyar harci dísz jelképe. Nem ezből készítették, formája csonkakukszerű, peremekörben felhajtott, csak nem a süveg teljes magasságáig, teteje pedig lapos. A visszahajtás felülről, mint egy spirálszerűen behasították, volt, hogy egészen a süveg aljáig. Minél kevésbé volt meredek a vágási irány, annál hosszabb lett a spirál, és annál hosszabb a süveg csákója. Ez a pirálisan vágott felület néha egész méternyi hosszú volt, saját súlyánál fogva természetesen lefittyedő, szányszerű nyúlvány volt. Ez volt a süveg csákója. A huszár vágtatott, ez a csákó szinte repült, és könnyeddé, szinte légiessé tette az egész huszár jelenséget. Újabb huszárfüveg típusok a század közepén tűntek fel, megmagasodott és egyre inkább hengeres formájú lett a kuruckorra jellemző prémes süveg, teteje ellaposodott, rá posztóborítás került, amely egy zsákszerű toldalékban végződött, tehát ott a tucsak, amit a magyar nyelv tucsakra fordított le, és akkor így is vonult be a magyar nyelvészetbe. Ez a fejfedő a kalpak nevet kapta, és ezt látjuk minden huszárunkon a filmben is, tehát a porosz huszárok azok csákos üvegben vannak, repülős szárnyas üvegben, a magyar huszárok pedig kalpakban. Minden viselet meghatározója a felsőkabát. A huszároknak két jellegzetes magyaros felsőkabátja volt, a dolmány és a mente. Ezek egymás kiegészítő ruhadarabok, rokon ruhadarabok, mindkettő eszes, mint leképeződése, és funkcionalizálása a korszak magyar nemesi viselete azonos ruhadarabjainak. Mind a dolmányt, mind a mentét külön-külön is hordhatták. Hagyományosan azonban a két ruhadarab összeöltöztet a feledbe, igazából a magyaros huszáros módinak. 18. század eleje magyar lovasságának dolmánya nagyjából már csak szomközékig ért, amit aztán pár évtized, és a dolmány rövidebb lett, a század 30-as 40-es éveiben már csak alig takarta a lágyékot. Vagy ismét egy nagyjából 10 centis rövidülés következett, és az első hivatalos egyelőrendeletben 1751-ben vagyunk. Ez is elég hadihuszárjai is egyébként. A szabvány dolmányt immár központilag határozva még tovább kurtították, hogy a rendelet előírt a dolmányból az öv alatt egy coll, azaz mintegy 2,5 cm látszódhatott ki. És hogy még világosabb legyen a kívánalom, a nadrág derekánál 5 centivel kellett lejjebb írnie, ahogy ugyancsak a korabeli előírás meghatározta. A dolmánygallér, ez álló gallér, kapcsokkal záródott, attól függően, hogy viselője rövid vagy hosszú nyakú férfi ember volt, és a magassága 2,5 és 3,5 cm között lehetett ezeknek a dolmányoknak, a huszárdolmányoknak. Mint már bentebb is volt róla szó, a ment a dolmány prémezett változata, vélelt változata. Dolmányival lényegében azonos stílusban és azonos formában készült. A huszármente legyen kényelmes, legyen könnyen gombolható, legyen olyan bő, hogy a huszár a karját könnyedén mozgathassa, és a kezével minden feszülés nélkül elérhesse a mentegallért. Hossza pedig olyan, hogy a huszár valóban leül, vagy nyeregbe száll, az ülőke, a nyereg és a mente prémie között másfél coll hézag legyen, rendelkezett 1751-ben kiadott viseleti szabályzat. Mentét báránybrémmel bérelték.
Prémet kívül, mint egy 5 centi széles szegélyként láthatóvá is tették. Az ujjak csak vászonbélést kaptak, a prémet csak karbégre tették, ahogy tett, mint egy beszekték vele az ujjat. Ez volt a mente macskája, és természetesen prém borította a gallért is. A huszártiszteknek két mentéje volt, volt egy nyári és egy téli mente, a nyári mentét prémet nem, csak nadrág színnel egyező színű sejemmel bélelték. A rókaprémpende csak szegély volt a szokásos helyeken. Valójában ez a látvány, ezek a látványelemek, prémezés, zsinoros gombolók adták a mente alapkarakterét. Egyszerű szabású, de annál hasznosabb ruhadarab volt a köpenyeg, a mántli. Betakarta embert, lovat egyaránt, védve mindkettőt az időjárás viszontagságaitól, kiváltképpen pedig a fegyvereket az esőtől, hótól, nedvességtől. A köpenyeg maga háromegyed körformájú posztó lepel, vár részén még egy szögletes szabott hátközépig érő posztó réteggel megvastagítva. Ez utóbbit szükség szerint fel lehetett hajtani a fejre, és mindegy csuklyaszerűen összefogni. Köpenyek színe többnyire piros, századéke felé azonban már szinte kizárólag fehér. Egyébként ebben a piros köpenyekben vannak a hadik filmben is a huszárok, amikor megáltogatják hadikot és visszahívják a csatába, de egyébként csata jelenetek közben is találkozunk ezzel a piros köpenyeggel. Nem kevésbé magyaros a huszárok lábbelije. Huszárcsizma, tipikus magyar csizmafajta, oldalba hallott szárak, ivert torkolat, piros vagy sárga, század második felében szinte már csak fekete bőrből készült csizmafajta, torkolat a ruhával harmonizáló színű zsinóra volt beszegve. 1760-as évektől a klasszikussá vált fekete beszövésű sárga zsinórral. Furcsa, aszimmetrikus a huszárcsizma szára, elől egészen téthajlatig felcsúcsosodik, ám hátul olyan rövid, hogy tenyérnyivel a tétkalács alá ér. Csizmára természetesen sarkantyú járt. A huszároknak a sarkantyúja is alig különbözött a tabi lovasétól. Szára hosszabb volt, sarkantyú nyaka ívelt, dísze taraja pedig olyan, mint a derejevágó. Most már csak a huszár kellékeiről kellene beszélnünk, a huszár felszerelés sorolásában. Kard, vagyis magyaros szabja, karabély és két pisztoly, ezek voltak a huszár fegyverei. Kardját és karabélyát a testére kötve, két pisztolyt a nyeregre szánt, úgynevezett puskatokban, valójában pisztolytokban hordta. Kard helye mindig a test bal oldalán volt, hordása pedig két módon történhetett. Vagy a jobb állon átvetett, mint egy 3,5 cm széleségű kardszíjon, ez a század előn még divatban volt, később már kizárólag a derékre kötött kardöven. A kardöv szabályos helye zsinóra fölött volt, ám a zsinórev ezt gyakran eltakarta. És két egyébként szabályozott a hosszúságú kardszíj, másrészt csatlék hüvelyszíj, amely maga a fegyver függött, szinte előbbudjant a zsinóra alól. Harcra készülve a kard markolatára úgynevezett kard készszíjat kötöttek, aztán ott a csuklóra hurkolták, a kardit legalább a legádázabb harc hevében sem hullott ki a huszár kezéből. Karabé a bálon átvetett pantalléron függött. Maga a pantallér, mint egy tenyérnyi széles bőrszíj volt, amely elől a mellközepén egy nagy, négyszögletes sárga rész sattal fogódott össze. Alul pedig korabeli nevén az úgynevezett pantallér horokban, mai fogalmak szerinti karabinerben végződött. Ezt a karabinert kellett a karabélyra szerelt úgynevezett pantallérvasatákat pintani. Pantallérvas egy körülbelül 30-35 cm hosszú vastagságú hosszúságú vaspálca, amit hosszában a karabély törzsére, középső harmadára, bal oldalára erősítettek. Hordásban a karabély hátul általában csővel lefelé csüngött, ha pedig használni kellett a pantallérvas és pantallérvasok szerkezettel, a hónaj alatt könnyedén előre lehetett rántani és tűzkészé tenni. A bal vállon a jobb csipő vonalában volt egy másik, egy keskenyebb szíj is, ez a patrontáska szíja volt. Erre erősítettek egy tégletes formájú, mint egy tenyérnyi nagyságú patrontáskát, benne a harci lőszerkészlettel, 6 előre gyártott papírhüvelyű történnyel. A század első felében sem a szúróvágó, sem a tűzfegyverek még nem szabványfegyverek voltak. A szabja pengéjének hozzávetőleges hosszát úgy határozták meg, hogy álló helyzetben a huszár köldökéig érjen. Tudnilik a tapasztalat szerint ez az a pengához, amelyet lóhátról még a földön fekvő ellenség elérhető. Ahány fegyverműhely, ahány karcsiszár, ahány megrendelő, ahányféle ízlés, mint annyiféle szabja. Az első már szabályosnak nevezhető huszárkardok a 140-es években jelentek meg. Ezeket az utókor 1741 és 1748 mintai huszárkardnak nevezte el. Előbbinek 77, az utóbbinek 79 cm volt a penge hossza. Az első már valóban könnyű lovas szabját 1768-ban rendszeresítették, de ez kívül esik tárgyalt időszakunkon. Elválaszthatatlan a huszár szabjától a szabja tarsója. A tarsója valójában a szabja tísze. Ott csüngött együtt a szabjával a huszár bal oldalán, volt, hogy egy azon szíjon. Más funkciójában ugyanakkor a tarsója praktikus kellék. A huszár oldaltáskája, tarisznyája,
amelyen maga néhány személyes formiát is tartotta. Előírás szerint vászon élelmezacskóba csomagolt napi harapnivalóját, kanalát és bicskáját. Másfajta módon praktikus viszont a huszár tisztek tarsója. A tiszti tarsó valójában futártáska. Parancsnoki levelek szállítására, tárolására. Huszártiszteket sokszor alkalmazzák parancsnoki feladatokra, futárszolgálatra. A szabjatarsó ugyanakkor szimbólumhordozó is fedelét, ami elég nagy területet képezett, erre legkorábbi időkben is díszítették. Ha bőrből volt, magába a bőrbe mélyítették a díszeket, többnyire virágornamentikát vagy egyéb geometrikus ábrákat, később pedig, amikor már textíliával, posztóval vagy bársonnyal fették a bőrfederet, magába a posztóba himezték a jeleket, vagy előre kivágott direkt díszeket, tulipán, szív, egy-egy betű, névjel, címerek, és rávartak, vagy ezeket vagy rávarták, vagy ráragasztották a felületre. Ugye a filmben nagyon sokszor látunk felvillanni huszár tarsolyokat, azokon egy hadik címeres oroszlán. Tehát most még azért végén szeretnék elmondani egy rövid részt. Ezek például a kesztyűk, ami a filmnek tulajdonképpen a kezdetét és a végét is jelzi. Mi újság a filmek egyik fontos kellékével, a berlini kesztyűkkel? Erről a magyar történelmi emlékezetben több variáns is kering, amelyek sokunk kedvence Tóth Béla tetközkincsé. Hadik poroszországi hadjárata kezdet előtt Mária Terézia császárnőtől külön kihallgatáson vett búcsút, aki állítólag ezekkel a szavakkal bocsátotta útjára. És most sok szerencsét, és hozzon nekem valamit Berlinből. Amihez Markó Árpád annyit fűzött hozzá, a porosz hadjárat, vagyis a 7 éves háború kezdet előtt hadik aliha jelenhetett meg már két búcsú kihallgatáson királynője előtt, mert ez önéletírása, hivatalos írások is bizonyítják, elég távol volt Bécstől, hadosztályparancsnok volt a szepességben. Vannak még más, ugyancsak homályos bizonyságú kesztyűs történetek is. Az egyiknek Fehérső Magyarországi Minerva 1825-ös hadikról szóló rövid megemlékezés a forrása, benne lovagias, gálás hadikra van rálátásunk, azaz, hogy hadik Mária Teréziának lovagi bajnoki módon kedveskedett 24 pár finom asszonyi kesztyűvel, aztán a vasárnapi újság is leközölte ezt 1864-ben, azt a variáns hazval még hozzátéve még, hogy hadik annak bizonyítékával, hogy porosz fővárosban járt Mária Terézia királyasszony részére Berlin város címerével bélyegzett 200 női kesztyűt szerzett. Szóval van egy egészen profán, vagy mondjuk a huszárokhoz méltó, de hadikéhoz magához méltatlan variáns is, miszerint hadik maga is harácsolt volna, azaz, hogy a város egyik kesztyű üzletéből harácsolás közben gyorsan magával vitt egy doboz női kesztyűt, és csak miután visszatért a táborra, vette észre, hogy a dobozban csupán balkezes kesztyűk vannak, és ennek van egy alváltozata is, amely szerint a berlini kesztyű csak azért is szándékosan a kellemetlen, hullótató bosszantására adott félkézre való kesztyűket, ami persze egyáltalán a fantázia világában sorolandó, hiszen, mint tudjuk, hadik egyáltalán nem említett Berlin városa kapuját. A film ebből a kesztyűtörténet halmazból épített el egy saját, és legalább annyira elhihetetlen, de szellemes kesztyűtörténetet, ami ott kezdődik, hogy Mária Terézia kicsit viccesen arra kéri és kapacitálja hadikot, hogy szerezzen számára berlini kesztyűt, mert azok igazán híres holmik. Amit hadik először lehetetlennek tart, aztán amikor megkapja a magyar királynőtől a parancsot a Berlin utazásra, a berlini útra, Berlin elfoglalására, valóban, és mikor valóban megtörtént az okupáció, zálogul vagy csak vagabund zsákmányként megszerzi a porosz királyné balkezes kesztyűjét, hazatérve pedig, mint egy teljesíte Mária Terézia kérését, átnyújtja neki a balkezes kesztyűt. Aztán előkerül még egyszer a téma, amikor Frigyes és Mária Terézia találkozik, nyilván a Hubertusburgi békekötés alkalmával, amikor Frigyes arról érdeklődik, miért csak egy balkezes kesztyűt visel, Mária Terézia pedig valami olyasmit válaszol neki, hogy majd ha fázik a keze, akkor újra elküldi hadikot Berlinbe egy jobbkezes kesztyűért, és akkor most itt a lehetőség arra, hogy a hadik kettő filmet meg lehet csinálni ebből a történetből, ami ugyancsak nem létezik, és köszönöm szépen a figyelmet.